Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Az életben sokszor olyan helyzetbe kerülünk, ami kényelmetlen, sőt lehetetlennek és igazságtalannak tűnik. Így volt ez Pál apostol életében, akit hamis vádak alapján börtönbe zártak, Júdeában majd elhurcolták Rómáig a császár börtönébe. Azonban Pál nem esett kétségbe, nem vádaskodott, hanem örült. Mi volt Pál titka? Pál kapott egy Isten szerinti mennyei perspektívát, és az eseményeket a menny szemszögéből szemlélte. Nem számít a börtön, a szenvedés. Az egyetlen dolog, ami számít, az Isten munkájának a haladása. Pál ugyan magányosan volt bezárva, de magányában tartotta és bátorította az első keresztény gyülekezeteket. Egy ilyen különleges gyülekezet volt Európából az első keresztény közösség, a Filippi gyülekezet. A következő tanításban Borzás István Pál és a Filippi gyülekezet kapcsolatáról és az apostol a gyülekezet felé adott tanácsairól fog prédikálni. Isten győzelemre viszi a népét, bármilyen ellenséges körülmények között. Istennek szent igét Pál apostolnak Filippi beliekhez írt levele első részéből olvassuk, az első 11 versből. Nyissuk meg a Bibliánkat Pál apostolnak Filippi beliekhez írt levele első részéhez,
ahonnan az első 11 verset olvassuk fel. Istenek ígéje így van megírva. Pál és Timóteus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Mindenkor, minden én könyörgésemben, mindenitekért nagy örömmel könyörögvén. Mivel, hogy részt vettetek az evangélium ügyében az első naptól fogva, mindez ideig, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában, mindnyájan részes társaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Mert bizonságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Amen. Ez Istennek szent ígéje. Drága testvéreim, vasárnap délutánonként a Filippi levéllel fogunk foglalkozni, amit Pál apostol ennek a makedóniai vagy macedóniai gyülekezetnek írt a börtönből. Itt már a levél elején, úgy szakaszonként fogjuk majd venni, de itt a levél elején megnevezi az írót, és maga mellé oda teszi Timóteust is. Nem tudjuk, hogy hozzájárult-e a levélhez valamivel Timóteus. Úgy tudjuk, hogy nem, hiszen ő nem volt ott, vagy nem is ő neki diktálta, vagy nem tudjuk ezeket a részleteket, inkább azt tudjuk, hogy részesült, vagy részt vett akkor a gyülekezeti munkából, meg azután is hozzájárult a Filippi gyülekezet életéhez, missziójához, és itt Pál apostol együtt küldi a levelet Timóteussal. Azután megnevezi a címzettet. A címzettek azok a Filippiben lévő összes szentek. Minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben. És akkor jön az üdvözlet, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Rómában volt Pál apostol bebörtönözve, mikor ezt a levelet írta. Ő szeretett volna Rómába eljutni, ezt a római levélből ismerjük, tudjuk, eltervezte többször, de megakadályozta őt a sátán, de utána is még mindig tervezte, és említi, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangélium a teljességével megyek majd hozzátok. Meg azt is említi, hogy amikor majd Hispániába megyek, akkor átutazóban ott is megáll. Némelyek azt feltételezik, hogy Pál apostol jár Spanyolországban is. Miért gondolják ezt? Hát azért, mert az első bebörtönözése alkalmával feltehetően ő kiszabadult. Ezt érthetjük a Timóteushoz írt második levél végén, amikor írja, hogy első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, de ne számítassék be nékik. Mert Isten velem volt, hogy bevégezzem a bizonságtételt, és megszabadultam az oroszlán szájából. Na ez a kifejezés utal arra, hogy akkor ő onnan kiszabadult. Őt szabadlábra helyezték. De pár évvel később újra bebörtönözték, és amikor a második levelét írja Timóteusnak, akkor már nem reménykedik a kiszabadulásában. Azt mondja, az én elköltözésem ideje beállott. Én immár megáldoztatom. Befejeztem
a küldetésemet, megyek haza. Róma kulcsváros volt az evangélium hirdetése szempontjából is, és Pál apostol hosszú időn át tervezte, hogy oda el fog jutni, már a misszió útjai során, ugye tovább fog jutni, nem csak Kis-Ázsiába, vagy Macedóniába, Görögországba, hanem Itáliába is. De nem úgy érkezett, ahogy tervezte, nem is a saját költségén, hanem a császár költségén, mert őt ártatlanul bebörtönözték, és úgy fogolyként elindultak először, hajótörést szenvedtek Málta szigetén, és aztán utána tovább vitték. A Cselekedetek könyvében részletesen le vannak írva ezek az események, egészen addig, amíg ő házi fogságban szabadon hirdette az evangéliumot. Ebből a börtönből írja tehát örömmel, jó reménységgel ezt a levelet a filippi gyülekezetnek. Mi azt mondanánk, hát akár kudarcként is megélhette volna, hogy ő börtönbe került. Csődöt mondott a kezdeményezése, de ő nem így beszél erről. Nem kudarcként éli meg, hogy ő börtönben van. Sőt, azt mondja, hogy ez hasznos dolog, majd a később, a következő ige szakaszban részletesen beszél erről. Tele volt örömmel, tele volt reménységgel. Hát az sem mindennapos, ha valaki az áldások miatt, vagy a jólétben megajándékozott volt, amiatt hálás Istennek. Hát még ha valaki a nyomorúságban is hálás, a betegségben is hálás, a gyengeségben is hálás. Ez még több, és Pál apostol a börtöni időszaka alatt, amikor őt bebörtönözték, hálával gondol erre a gyülekezetre, tele van a szíve hálával, nem keserves fogoly, nem besabanyodott, szomorú vagy önsajnálkozó, és nem is a bosszúvágy, a harag, a gyűlölet fűti őt belülről, nem ez uralja szívét, hanem a hálaadás, az öröm. Érdemes odafigyelni ennek a hálának a titkára, mert nem arról van szó, hogy ő nem törődik a fogságának a helyzetével, a nyomorúságaival. Nem csak, hogy ezt mondhatnánk, hanem azt mondja, hogy örül miatta. Örül, mert ez az evangélium előmenetelére van, mert olyan helyre viheti be az evangéliumot így, ahová szabadlábon nem lenne bejárata, és amit nem tehetne meg. És az evangélium sorsáról szól az öröme, arra való tekintettel tud ő most örülni. Itt jegyezzük meg, hogy Isten fel tudja használni a gyengeségeinket, a kudarcainkat, a betegségeinket, a nyomorúságainkat is, országa építésében és a lelkünk javára. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukat szolgálja, mondja Róma 8:28. És ez nem csak Pál apostol életében igaz, ezt mi is átélhetjük és megtapasztalhatjuk. Isten fel tudta használni Mózesnek azt a botját, kérdezi az Úr, hogy mi az a kezedben? Egy bot? Mintha azt mondta volna, ez bot, ez nem kard. Na eredj el ezzel a bottal. Mutat neki egy-két-három csodát is, és azzal a bottal azután úgy van emlegetve, hogy nem hogy a Mózes pálcája, hanem az Úr pálcája volt a kezében. És azzal érintette meg a veres tengervizét, és ketté válott. És azzal sújtotta meg a kősziklát, és víz fakadt ki. Isten fel tudja használni Gedeonnak, 300 emberének azokat a cserépkorsóit, amiket vittek magukkal, és benne a fáklyákat, és az ellenség éjszaka idején rohant meg egymást, mészárolta le, adott az Úr nekik győzelmet. Isten fel tudta használni Dávidnak a paritjáját, hogy legyőzje a Góliátot. Mert Istennek hatalma van ezeket az eszközöket, és a mi gyengeségeinket is felhasználni az ő dicsőségére.
Figyeljük először meg, hogy ez az első gyülekezet volt az európai kontinensen, amelyet Pál apostol alapított. Ezért említi úgy őket, hogy az első naptól fogva mindez ideig, mert az első nap az volt, amikor ő Troásból végül átutazott Makedóniába, vagy Macedóniába. Ez volt az első állomás, ahol nem is volt zsinagóga, a folyóvíz mellett gyűltek össze néhányan imádkozni, és ő ott prédikált. És az Úr megadta azt a kegyelmet, hogy figyelmeztek arra, amit Pál prédikált. Isten megnyitotta Lídia szívét, és az Úr követője lett. Hát gyakori eset, hogy mi is az elsőt jobban szeretjük, nosztalgiával emlékszünk rá, mélyen a szívünkbe zárjuk. Az első kerékpár, az első telefon, az első munkahely, az első gyermek, az első lakhely, az első gyülekezet, amelynek tagja voltam. Pál apostol, mintha úgy tekintene a filippi gyülekezetre, hogy ez az ő kedvence. Sok gyülekezet volt, amelyet a szíveibe zárt ő és imádságaiban emlegetett, de itt most arról van szó, hogy ez egy különleges gyülekezet. Ugye nekünk is van kedvenc gyülekezetünk, a miénk. Ez a mi kedvenc gyülekezetünk. Hát nekem már több van, de mindig adódott hozzá még egy-egy, és most ez a kedvenc gyülekezetem, ahová most járok. Ezt ugyanígy mondtam Horvátban is. Azért mondom, hogy lehet, hogy ők hallgatják, amit itt prédikálok, ők is ide tartoznak, és hozzánk tartoznak. Tehát az apostolnak egy kicsit kedvence ez a gyülekezet, mikor azt mondja, hogy szívemben hordozlak titeket, vágyódom mindnyájatok után, a 7. és 8. vers. Van egy ellenállhatatlan vágy, hogy találkozzon velük, hogy láthassa őket a közösség iránt, a szívében hordozza, és tagjaiért egyenként nagy örömmel könyörög, imádkozik. Mindegyiket értékeli és szereti. Nem arról van szó, hogy a filippi gyülekezetben soha nem voltak feszültségek, meg ellentétek, meg megoldani való kérdések, vagy harcok, de a kegyelem munkája kiárat rájuk. És az apostol erre emlékezik, és az Isten kegyelmét magasztalja, amit végzett a filippi gyülekezetben. A hálaadása ebbe az irányba terelődik, ezeket mondja, ezt idézi fel, hordozza őket imádságban. Szereti a gyülekezetet, örömmel emlékezik rájuk, és a gyülekezet minden tagjára, mert azért mondhatnánk, hogy biztos voltak ott kedves testvérek, de azért voltak olyanok is, akikre mondhatnánk, hát ha azoknak nem örült annyira, vagy azokat nem értékelt annyira. De azt mondja, hogy mindenkor, minden könyörgésemben, mindenitekért. Nagy örömmel könyörögvén, mivel hogy részt vettetek az evangélium ügyében. Tehát hálát ad a testvériségért. Hálát ad a gyülekezetért. Háladással kezdi. Hát a leveleit általában mindig így kezdi, de itt említi a tagokat, a közösséget, amelyek Istennel kapcsolatosak. Az fakasztja hálámra, hogy a filippi beliek szíve meglágyult az evangélium hirdetésére, hogy készséggel fogadták az igét, hogy közösséget vállaltak az evangélium ügyében kezdettől fogva. Azért, mert később említi, hogy már amikor onnan menekülnie kellett Tesszalonikába, meg Béreába, már akkor részes társai voltak, és felvállalták a terhét az evangélium ügyének. Később aztán Athénbe ment, és onnan Korintusba ment. És tudjuk, hogy Korintusba nem fogadott el támogatást a munkájáért, ott nem volt fizetése. Hogy ingyen valóvá tegye az evangéliumot, hogy ne vádolják, hogy ő pénzért teszi, vagy ez a megélhetése, azért beszél így, és így tovább, mint ahogy Korintusban
erre hajlandóság volt. Hát a két kezével munkálkodva, éjjel és nappal, meg együtt Akvilával és Priscilával megkereste a kenyerét, és szabaddá tette az evangélium hirdetését. De adományt fogadott el a macedóniaiaktól, ezek között a filippibeliektől. Ezt a negyedik részben olvashatjuk például, itt két lappal később azt mondja, mindazáltal jót tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. Tudjátok pedig ti is, filippibeliek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül. Mert már Tesszalonikában is, egyszer is, másszor is küldtetek nékem szükségemre, nem mintha kívánnám az ajándékot, hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm, beteltem, vévén Epafroditustól, amit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. Az Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az evangélium ügyében. Hát az evangélium ügyében részt vettek ilyen formában a filippibeli testvérek. Nem csak, mert itt aztán nem csak a tagokat említi, már a bevezető sorban említi, hogy a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben. Ilyen lehetett Epafroditus, aki az adományt, vagy ezt a pénzt összegyűjtve vitte az apostolnak, egy a diakónusok közül. De voltak lelki felvigyázók. A püspök, a presbiter és a pásztor megnevezés szinonímaként van használva az új szövetségben. Ugyanarra a lelki szolgálatra vonatkozik. De nem csak azok, akik ki vannak rendelve különleges módon, kézrátétellel, mint hogy mi is gyakoroljuk ezt. Hát részt lehet venni az evangélium ügyében másképpen is. Hogy lehet részt venni? Énekelünk az énekkarban. Részt veszünk? Eljövünk az énekórára, megtanuljuk az énekeket, énekelünk az Úr dicsőségére, majd eljövünk a találkozóra is, együtt énekelünk másokkal, részt veszünk az evangélium ügyébe. Ha bizonyságot teszünk, részt veszünk az evangélium ügyébe? Igen, nem csak innen a szószékről lehet prédikálni, és nem csak vasárnap, az Úr napján, hanem hétköznap is. Ha megtanuljuk az aranymondást, és elmondjuk az aranymondást, részt veszünk az evangélium ügyében? Igen. Úgyhogy tanuljátok csak szorgalmasan az aranymondást. Meg ha valaki megírja a tartalmat, és valaki felolvassa a tartalmat, mint ma délelőtt is történt, részt vesz az evangélium ügyében? És ez még nem került nekünk sok pénzbe. Sok áldozatba nem került. De részt vehetünk az evangélium ügyében úgy, hogy áldozatot hozunk, hogy felelősséget vállalunk, komolyabb részt vállalunk belőle, és részesei leszünk. Pál apostol a börtönben, és akkor vele együtt most részes társak, a filippi gyülekezet tagjai, a püspökök és a diakónusok mind. Kezdettől fogva részese voltatok, és most én hiszem, hogy amit Krisztus elkezdett bennetek, véghez is viszi az ő napjára. A gyülekezet nem, tehát magánemberekből tevődik össze, de egy közösség, egy élő szervezet, és az apostol hálát ad ezért a közösségért, mert ők egyek vele, és egyek egymással, és Krisztussal. Nem azért, mert bekapcsolódtak az ökumenikus mozgalomba, az halott. Az nem teremt egységet. Nem emberek teremtik az egységet, hanem Krisztus. És akik Krisztusban vannak, azok közösséget vállalhatnak egymással. Oka volt tehát az apostolnak hálát adni, mert ő szerette a gyülekezetet, és 2000 év alatt sok birodalom, meg eszmerendszer, meg ideológia, meg mozgalom jött és ment,
de az egyház maradt. Még a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalmat. Ilyen a filippi gyülekezet, ilyenek vagyunk mi is. Nagy együttérzéssel, alázattal, szelídséggel, meleg szavakkal beszél erről a gyülekezetről, de tudjuk, hogy az apostol tud kemény is lenni. Amikor a galáciai gyülekezetnek írja, akkor azt mondja, ó, balgatag galácia beliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságra. Hát van, amikor kell ez a simogatás, ez a háladás, meg pátyolgatás, máskor meg kell a dorgálás, az intés, a kemény szó. Mind a kettő a szeretet megnyilvánulása. Közösséget vállaltak az evangélium ügyével, és közösséget vállaltak vele. Az első naptól fogva, mind a mai napig. És az a nap, amelyre utal a Krisztus napjára, elvégzi azt, hogy Jézus Krisztus napjára, aki elkezdte bennetek a jó munkát, hát az nem riasztja őt meg, nem félelemmel tölti el, nem remegve mondja ezt, ő továbbra is úgy bízik, győzelmesek leszünk, az Úr megsegít benneteket, ahogy elkezdtétek, folytatjátok, az Úr áldása lesz rajta, a gyülekezet ura, őriz, védelmez, gondutokat viseli, vezet benneteket, és győzelemre vezet. Hát ez a gyülekezet nagy vigasztalása, olyan munkában áll, amely nem fog csődöt mondani, mert ez az Isten munkája, az Úr kezdte el, az Úr folytatja, és az Úr el is végzi. Személyesen bennük is, meg azt is, amit általuk végez. Van egy világos cél, és egy végső nap, a Krisztus napja, ahová érkezünk. A mi munkánk megtörténhet, hogy félbeszakad a halálunkkal, vagy még hamarabb, amikor már nem tudunk végezni sokat. De Isten folytatja. Megvannak az eszközei. Mózes meghalt, Mózes folytatja, Józsué folytatja. Ha Illést elragadta az Úr, Elizeus folytatja, és így tovább. Isten ugyanaz marad, ugyanolyan hatalommal, ugyanolyan gondoskodással folytatja az ő tervét, és amit elkezdett bennetek, véghez is viszi a Krisztus napjára. A 7. és 8. vers részletesen beszél arról, hogy részes társak vagytok. Amint hogy méltó, hogy ilyen értelemmel legyek mindenitek felől. Azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangélium oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részes társaim vagytok a nekem adott kegyelembe. Mert bizonságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. Hát itt az apostol nem tanít, hanem imádkozik. Hálákat ad, és vallomást tesz. Nem félelemmel beszél a Krisztus napjáról, amint említettem, nem egy sötét nap borítja be a jövőjét, egy fénylő nap, fényes nap világít számára. A megbátorodás és a reménység tölti be a szívét, hogy az evangélium ügye győzelemre lesz véve. És úgy említi a filippi beleket, mint részes társakat, vele is, meg abban a kegyelemben, amely neki adatott, és feltűnő itt az apostol fogalmazása, mert ő távol van a gyülekezettől. Ő Rómában van most, és bezárva. Méghozzá nem szabadon, hanem börtönben. Tehát távol is van, börtönben is van, és el van szigetelve a híveitől is, meg a szolgálattól is, de úgy látja, hogy az Isten munkája nincs elszigetelve, nincs bilincsbe verve, nincs akadályoztatva emiatt. A fizikai távolság, meg az ő fogsága nem akadályozza az Úr ügyét. A napok, az alkalmak,
mind és ezek az események is mind az Isten kezében vannak, ő használja azokat akarata célja szerint. Tehát az apostol hálaadásának tárgya a filippi gyülekezet, akik részt vettek az evangélium ügyében, hittel, engedelmességgel, áldozattal, anyagiakkal, imádsággal, belső és külső életük teljességével mellé álltak, támogatták, felkarolták, és ezért meg van győződve ő is, és a filippi beliek is, hogy a Szentlélek munkája nem szakad meg, nem áll meg, dicsőséget és véget ér a Krisztus eljövetelének nagy napján. És ez közösséget teremt ő közte és a gyülekezet között. Még említeném a 9. verstől azt, hogy az apostol nem csak hálákat ad, nem csak ezeket említi a gyülekezetről, hanem könyörög érettük, vagy közben jár érettük. Azt mondja, ezért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék, ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó. Legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztus napjára, teljesek lévén az igazság gyümölcsével, mert Jézus Krisztus teremt bennetek. Bővölködjetek ismeretben és értelmességben. És utána van ez a szó, hogy megítélhessétek. Egy különleges szó, amely kipróbálást, megpróbálást jelent, a dokimadzo, görögül. Ez a szó egy olyan munkát jelent, mint amit a minőségi ellenőr szokott végezni, mikor egy-egy legyártott elemre rá figyel, vagy megvizsgálja, ne legyen benne hiba, minden szempontból megvizsgálja, és akkor ráüti a pecsétjét, hogy Control Technique de Qualitate. Minőségi ellenőr által megvizsgálva. Mehet a piacra. Megfelel a követelményeknek. Hallottam édesanyámtól annak idején, hogy jöttek árulni a cérnát, és ő mindig megnézte, hogy mennyire erős, és akkor mondta, ja, erős cérna nem kell húzni. Hát, ha nem húzzuk meg, akkor honnan tudjuk, milyen erős? Azért mondta, mert nem volt olyan erős. Csak úgy szerette volna eladni, hogy az egy erős cérna. Ki szeretne felülni, vagy merne felülni egy olyan repülőgépre, amelyel még nem repültek soha? Ki se próbálták, hogy tud-e repülni? Hát nem mernénk felülni rá. Hát végezzék el a próbarepüléseket. Állapítsák meg minden szempontból, hogy megfelel-e annak, amire gyártották. És ez így van a hitünkkel is, meg a türelmünk, meg a szeretetünk, meg a békességünk. Mindaddig mind megvan, amíg ki nem próbálják. Akkor derül ki, hogy van-e, vagy nincs. És az ilyen dokimadzo, megítélés, kipróbálás, hát erre szükség van. Pál apostol azt mondja, hogy ti is ítélhessétek meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez egy értelmi megállapítás, de utána van erkölcsi is, hogy legyetek tiszták. Botlás nélkül valók a Krisztus napjára. Az Efézusi levélben azt írja, hogy Jézus Krisztus önmagát adta érettünk, hogy megtisztítsa a gyülekezetet, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Itt a Filippi levélben, a második rész, 15. versében azt mondja, hogy fénykedjetek, mint csillagok-e világon, e bűnös és elvetemedett nemzetség közepette, legyetek fethetetlenek és tiszták. Azt mondja, botlás nélkül valók. Teljesek lévén az igazság gyümölcsével. Van itt közeli célkitűzés, távoli célkitűzés, mindenképpen azt szeretné, ha a filippi gyülekezet kifogástalan lenne, mire Jézus jön. És ez nem csak a filippi gyülekezetre vonatkozik, ez vonatkozik rejánk is. Mi is legyünk fethetetlenek és tiszták,
mi is legyünk álhatatosak és kitartóak, és az ismeretben is meg tudjuk állapítani, mi a jó és mi a rossz, utasítjuk el azt, ami rossz, válasszuk azt, ami jó, és azon az úton járjunk, amit az Úr elénk tár az ő ígé által, amelyet tanultunk, amelyet megértettünk, mert általában nem arról van szó, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a jó. Csak amikor azt kéne választani, nagyon nehéznek tűnik a választás, mert néha következménye van, ha azt választod. Következménye lehet itt a Földön negatív értelemben is, de van következménye a mennyben, ha azt választod, akkor az Úr fogja majd értékelni, és azt fogja mondani, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, menj be a te uradnak örökébe, légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Amit Pál tehát a Filippiben élő barátainak kívánt, azt kívánja nekünk is. És azt vonatkoztathatja magára minden hívő ember. Tisztán megmaradni az evangélium ügyében, részes társ lenni, és szeretni a gyülekezetet, szeretni az Úr munkáját, bekapcsolódni abba, amit Isten végez, és örülni, ha az előre halad. Reménykedve abban, hogy Isten elvégzi bennünk is, meg az ő népe között is, amit elkezdett, befejezi, győzelemre viszi a Krisztus napjára. Az Úr adja ezt kegyelméből mindannyiunknak. Amen. Fény ragyogjon, Urunk mindenkor, a mi útunkon. Fény ragyogjon, Urunk mindenkor, a mi útunkon. Legyünk megmentve, éjszakán fogjad a kezünk. Úrunk, kérünk, jöjj velünk. Yeah.